drágul a kötelező. Átlagosan 15%-kal emelkednek januártól a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás tarifái. Vásárlás, közeledik a karácsony, egyre többen szerzik be az ünnepre szánt ajándékokat. Közlekedésfejlesztés, 5 km útpálya és 356 méter kerékpárút korszerűsödött Nyíregyházán 950 millió forintból. Átlagosan 15%-kal drágulnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás tarifái. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! A becslések szerint a január 1-i évforduló minden ötödik autóst érinti. A tulajdonosoknak december 1-ig van lehetőségük váltani. Ez az időpont viszont a felmondási kérelem beérkezésének dátuma. Éves szinten átlagosan 140-150 ezeren váltanak biztosító társaságot. Még mindig 100 000-es nagyságrendű azoknak az autósoknak a száma, akik az évvégi kampányban biztosító társaságot váltanak. A Magyar Biztosítók Szövetsége adatai szerint a mostani időszak az 5.313.207 közúti gépjármű állományból még mindig több mint 1.216.000 gépjárművet, köztük több mint 726.000 személygépkocsit érint. Ők válogathatnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások közül, amelyek új tarifáit november 2-án tették közzé. A hazai gépjármű tulajdonosok 13 hazai biztosító ajánlatai közül választhatnak. Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az árak, még így is a legolcsóbbak közé tartoznak európai viszonylatban, olvasható a Mavisz közleményében. A díjakat a társaságok saját üzleti stratégiájukkal összhangban kalkulálják ki. Figyelembe veszik például a folyamatosan növekvő forgalomból következő baleseti statisztikákat, valamint a szervizdíjak és az autó alkatrész árak alakulását is. A biztosító társaságok ajánlatai között akár 70 000 forintos eltérések is lehetnek, ugyanarra az autóra és tulajdonosra kalkulálva. Lehetnek óriási eltérések, tehát ilyen duplája is előfordulhat az egyes biztosítók között. Mitől függ ez a különbség, és milyen szempont szerint érdemes választani? Hajlamosak vagyunk a legolcsóbb felé orientálódni, de vajon ez a jó döntés? Így van, az ügyfelek többnyire a legolcsóbb biztosítónak a díját választják, hiszen kötelező biztosításban ugyanazok a szolgáltatások vannak az egyes biztosítóknál. Sok minden befolyásolhatja azt, hogy melyik biztosító a legolcsóbb, attól függ, hogy milyen kedvezményt ad az egyes biztosító az ügyfeleknek. Az ügyfelek elsősorban az árak alapján választanak biztosítást, a másik fontos szempont pedig a társaság gyorsasága. Az autó tulajdonosok, ha új belépők a biztosítási rendszerbe, akkor az A0 osztályból indulnak. A biztosítók a kármentes vezetést jutalmazzák, így ha nem volt károkozása az ügyfélnek az elmúlt évben, az évfordulónál új szintre, új osztályba emelkedik. Károkozás esetén azonban megvonják a kedvezményeket, vagy akár pótdíjat is megállapíthatnak a társaságok. Alkuszon keresztül intézve gyorsabb a biztosítóváltás, de mindenki számára elérhető az online kalkulátor, ahol pedig bárki megkötheti saját magának a kötelező gépjármű felelősség biztosítását. A január 1-i évforduló azonban nem minden autótulajdonost érint. Az az oka ennek, hogy 2010-től már nem a január 1-e az évforduló minden kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál, hanem innentől kezdve a vásárlás dátuma. Tehát, hogyha valaki január 30-án vette az autóját, akkor neki január 30 lesz az évfordulója. Tehát az, akinek nem most esedékes ez az évforduló, az egész egyszerűen kénytelen tudomásul venni, hogy az ő biztosítója, akinél van egy élő szerződése, az valamennyivel megemelte a díjat, és azt ebben az évben, vagyis hát az adott évben végig azt fogja fizetni. Az adott évben, így van, igen. A felmondásoknak postán, személyesen vagy faxon keresztül december 1-jéig kell beérkezni a társaságokhoz. Új szerződést azonban ráértnek december 31-jéig kötni a tulajdonosok. Azok, akik 2010 után vásároltak autót, ők szintén a biztosítási évforduló előtti 30 napban tudják felmondani a szerződésüket.
Ebben az esetben is érdemes arra ügyelni, hogy a felmondás utolsó lehetséges napja nem a postára adás dátumát jelenti, hanem azt a napot, amikor a biztosítóhoz igazolhatóan beérkezett a felmondás. A szakértő azt javasolja, érdemes évről évre nyomon követni, hogyan változnak a biztosítási díjak, és ha szükséges, váltani egy másik társaságra, ezt éves szinten körülbelül 140-150 ezeren teszik meg. Bár még csak november elején járunk, hamarosan megindul a roham a karácsonyi ajándékokért. A jótállás miatt fontos, hogy mindig tegyük el a boltban kapott blokkot, számlát vagy nyugtát, a műszaki cikkeket pedig érdemes kipróbálni a vásárlás után, még ha ezt a csomagolások is bánja. Sok postaláda már most az adventi kedvezményeket hirdető reklámújságokkal van tele, és az ünnepek közelettével a boltokban is napról napra érezhető a forgalom megélénkülése. Nem ritka, hogy valaki már novemberben megveszi a családnak vagy ismerősöknek szánt karácsonyi ajándékot. A becsomagolt dolog aztán heteket pihen a szekrényben, várva arra, hogy kibontsák. Kipróbálás nélkül azonban csak ekkor derül fény arra is, ha rosszul működik. A Békéltető Testület éppen ezért azt javasolja, teszteljük meg vétele után az árut. Azt tudom ajánlani, hiába karácsonyi ajándéknak vettük, finoman bontsuk ki, és 3 napon belül próbáljuk ki. Ugyanis ha 3 napon belül kiderül, hogy a termék hibás, azaz nem működik rendeltetésszerűen, akkor ha 3 napon belül visszavisszük az áruházba, akkor köteles kicserélni. Tehát itt ebben az esetben nem lehet javításról beszélni. A vállalkozásnak mindössze annyi a feladata, hogy megnézze azt, hogy valóban nem működik-e a készülék, és tovább nem vizsgálódhat, hanem adnia kell egy ugyanolyan másik terméket. Arra az esetre pedig, ha a méret nem stimmel, vagy nem tetszik majd a megajándékozottnak a termék, próbáljuk a vásárláskor írásban rögzíteni, hogy lehetőség lesz a cserére, ha mindez kiderül. Ehhez persze teljesen új állapotban kell visszavinni az árut, és szükség lesz a vásárlás tényét bizonyító dokumentumra is. Ez lehet egy számla, lehet egy blokk, lehet egy nyugta, tehát mindenféleképpen valami olyan módon, amin rajta van az, hogy mikor vásároltuk, mit vásároltunk, mennyiért vásároltuk. Ugyanis ha ezt bizonyítani tudjuk, és ne adj Isten, nincs jótállási jegy, akkor még ennek a blokknak vagy számlának ha a kezünkben van, akkor még a jótállásunkat is tudjuk érvényesíteni, mert ezzel igazoltuk, hogy valóban olyan terméket vásároltunk, ami ebbe a körbe bele tartozik. Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogyha nem hibás a termék, a kereskedőnek nem kötelessége kicserélni azt, valamint személyes vásárlásnál az online történővel ellentétben a 14 napon belüli elállásra sincs lehetősége a vásárlónak. 5 kilométer útpálya és 356 méter kerékpárút is megújult Nyíregyházán egy 950 millió forintos közlekedés fejlesztésnek köszönhetően. A projekt teljes költségét Európai Uniós forrásból finanszírozta a megyeszékhely önkormányzata. Többek között ennek a beruházásnak köszönhető a Szegfű utca 4 sávosítása és a Tünde utca korszerűsítése. A további tervek között pedig egy körforgalmi csomópont kiépítése szerepel a Tünde utca és a Kálói út csatlakozása. Már 3. éve közlekedhetnek 4 sávon a Szegfű utcán Nyíregyházán. Ez a beruházás is a most lezárt gazdaság ösztönző közlekedés fejlesztési projektnek köszönhető. A komplex fejlesztésnek köszönhetően megújult több örökösföldi szakasz is, így például a Szalag utcát követően a Törzs és a Szemmelweis utcák is. Új burkolatot kaptak az említett utak, valamint átépítették a buszöblöket és kialakították a hiányzó járdaszakaszokat is. Összesen 5 kilométer útpálya, valamint 356 méter kerékpárút is megújult a megyeszékhelyen. Erre 100%-os támogatást nyert az önkormányzat egy Európai Uniós pályázaton. Az elmúlt időszakban a Lujza utca burkolatát is felújították a Tünde utcai csomópontig. A Lujza utca felújításának
felújítása során a burkolat megerősítésére került sor. Ezzel párhuzamosan, mivel a burkolat vastagsága és a pályaszint egy picit emelkedett, a szegélyek átépítése történt, meg párhuzamos parkolókat alakítottunk ki, a merőleges parkolók felújítása történt meg, a burkolat 7,5 méterre történő bővítésével egy kerékpáros létesítményt sikerült kialakítani, amely a kerékpárosok biztonságos közlekedését teremti meg, és ezen kerékpáros létesítmény meg már a későbbiekben megvalósult kerékpáros projektünkhöz mind a két oldalon, a Lujza utca két végén, a Kálói úton is és a Tünde utca csatlakozásában is becsatlokozik a közel 8 km hosszon megépített kerékpáros létesítményünkben. Amíg 2016-ban elkezdődött és most lezárt beruházásokkal nem ért véget a nyíregyházi közlekedésfejlesztés. A város üzemeltetési osztálynak további tervei vannak itt a Tünde utca környékén is. Tervezett fejlesztésként szerepel a Tünde utca és a Kálói út csatlakozásában egy körforgalmi csomópont kiépítése. Itt a környező település részen még esetleg, ami szóba jöhet, hogy tervezzük különböző lakóutcák kiépítését is Borbányán. Ezeknek a tervezési előkészítésével vannak folyamatban. Szintén ebben a projektben sikerült megújítani a Botján János utca, Szirom utca és Dália utca közötti szakaszokat. Korszerűsítették a főpályát, útszélesítés történt a Huszár telep és a Derkovics utca között, valamint a Derkovics és Szirom utca között parkoló és járda építés és átépítés zajlott, a meglévő buszöblökön túl pedig az útpályát keresztező vasúti iparvágány is átépült. Egyre több új autót vásárolnak Magyarországon. Októberben mintegy 12,500 személygépkocsit helyeztek forgalomba. A bővülés tavalyhoz képest 14%-os, kis haszonjárművekből ugyanakkor 29%-kal kevesebb. 1268 állt forgalomba az előző hónapban, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A személygépjárműveken belül kis darabszám mellett is jelentősen több mint 50%-kal visszaesett a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése, amit az Egyesület a magas árakkal, a használhatóság és az árérték arány miatti vevői bizalmatlansággal magyaráz. A csökkenés összhangban áll a nemzetközi folyamatokkal. Éves összevetésben mérséklődött a nagyhaszongépjárművek és az autóbuszok forgalomba helyezése is. Elsősorban előbbi a sofőrhiány és a dráguló működési körülmények következménye. Ismét országos hiánycikk a Konakion K-vitamin, amelyet csecsemők kapnak rögtön születésük után a kórházban, majd otthon egészen az anyateljes táplálás végéig. Az ampulla egyszer nyáron már elfogyott a patikákból, akkor külföldről hoztak be, amely a gyógyszer drágulásával is járt. Friss sajtóhírek szerint már ez a készlet is elfogyott, az anyák és a védőnök pedig a közösségi oldalakon keresik a fel nem használt ampullákat. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapja szerint a K-vitamin gyártási gond miatt bizonytalan ideig hiányzik. Ezt azonban kötelező beadni minden újszülöttnek, ugyanis minden ezredik csecsemő K-vitamin hiányosan születik, ami vérzékenységhez vezethet. A hiányt az általunk megkérdezett gyógyszertárnál is megerősítették, ott a múlt héten vitték el az utolsó ilyen készítményt. A Gyógyszerészeti Intézet szerint jövő hétre megoldódik a helyzet, addig is arra kérik a felesleges ampullával rendelkező szülőket, vigyék vissza a védőnőhöz a vakcinát, ők ugyanis tudni fogják, kinek lesz rá szüksége. Egy héten belül, november 12-éig, tehát a szavazás utáni 30 napon belül kell leszedni a választási plakátokat ott, ahol nem ismétlik meg a voksolást. Azokon a településeken, ahol ez utóbbira szükség van, kint maradhatnak a választási plakátok. Ezeken a helyeken nem érvényes a plakát eltávolításra vonatkozó szabályozás, mivel még tart a kampányidőszak. A választási törvény szerint a plakátokat azoknak kell eltávolítaniuk, akik azokat kihelyezték, vagy akinek az érdekében elhelyezték őket. Ha a hirdetményeket nem távolítják el időben, az önkormányzatoknak kell eljárniuk. Liba hímelés, liba szépségverseny és lámpás készítés várja az érdeklődőket szombaton a Múzeum faluban. A már hagyományosnak számító Mártonnapi Vigasság programjait a megújult sóstói skanzenben élvezhetik a látogatók. Ez az utolsó rendezvényük idén, de már javában készül a jövő évi programsorozat terve.
kimártott napkor libát nem eszik, egész évben éhezik, tartja a régi mondás. November 9-én szombaton ezért különleges libás ételeket kóstolhatnak a Sóstói Múzeum faluba látogatók. Már az időjárás miatt sem kell aggódni, ugyanis a skanzen felújítása során térkőburkolatot kapott a falu főtere és kiépült a közvilágítás is. A mártonnapi vigasságok a Múzeum falu utolsó rendezvénye idén, de a régi időkben is a gazdasági évzárás ünnepe volt. Ez a mártonnap, ez egy eredendően vidám népszokáson alapul, és pontosan ezért erős a gasztronómiája is, mert a régi magyar ember igazából itt a tél előtt még utoljára megünnepelte saját magát, és azt a bőséget, amit a tavasz és a nyár jelentett számára. A gasztronómiai különlegessége mellett időjárás előrejelzés szempontjából is fontos a mártonnap. Úgy tartották, ha Mártonfehérlovon érkezik, a karácsony is havas lesz. Többek között ilyen hagyományokat és régi meséket is hallhatnak a gyerekek a mesemorzsolás során. A csarodai parókiánkban lesz ez a mesemorzsolás. Ott van egy nagyobb terem és egy gyönyörű szép cserépkályha, amit egy évben egyszer befűtünk, Mártonnapkor, és ebben a helyiségben, vagy ebben a szobában tartjuk az úgynevezett mesemorzsolót. Ez részben a mesét jelenti, ami a gyerekek számára hangzik majd el, és Hajdú Ágota és Olajos Gábor fogja majd elmondani zenés kísérettel, és közben a gyerekek kipróbálhatják, hogy milyen is volt a régi falusi világban, amikor a kukoricát, a tengerit morzsolták. A mártonnapi vigasságokra kedvezményes lesz a belépőjegy, a 3 éves kor alattiaknak pedig ingyenes lesz a programokon való részvétel a Sóstói Múzeum faluban. Nyíregyházán zárul az idei Rally Európa bajnokság, amelyre több ezer nézőt várnak a szervezők. A 3 kategóriában mintegy 40 autó áll rajthoz, a király kategóriában még 3 esélyesek az elsőségre. A pénteken kezdődő Rally Hungary a vasárnapi nyíregyházi belvárosi futammal fejeződik be. Több mint egy évtized szünet után rendeznek ismét a Rally Európa bajnoki futamot Magyarországon. Tavaly a nyíregyháziak egy magyar bajnoki futammal győzték meg a Nemzetközi Szövetséget arról, hogy megfelelő házigazdái lesznek a 2019-es sorozat 8. záró rendezvényének. Szabó Tünde sporthét felelős államtitkár kiemelte, hogy a kormánygaranciának köszönhetően hosszabb távra terveznek. Óriási sportdiplomáciai sikernek mondható, hogy 2019-től 20-ban is rendezhetünk Rally Európa bajnokságot, és azt követően 22, 23, 21, tehát ténylegesen egy hosszú távra gondolkodott a kormány, amikor a garanciát kiadta, hogy igen, rendezhetünk. Ezt követően ugye 20 után a Nemzetközi Szövetséghez vissza kell menjünk, és ténylegesen a rendezési jogot el kell hozni hosszú-hosszú évek, hiszen látni fogják, hogy Nyíregyházán milyen sok lehetőség van akár a sportágnak a népszerűsítésében. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke arról beszélt, hogy komoly szervező munka előzte meg a versenyt. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy újra Rally Európa bajnoki futamot rendezhessünk. Gyakorlatilag fel kellett készíteni mind a rendezőket, mind a sportszakmát, mind pedig kellett egy olyan város, mint Nyíregyháza, aki mellékállt a céljaink eléréséhez. És most itt vagyunk, 2019-et írunk, és a tavalyi jól sikert kandidáló verseny követően ez most már ezen a héten egy Rally Európa bajnoki futam lesz. Nyíregyháza polgármester a futam turizmusra gyakorolt hatását emelte ki. Ez egy európai szintű verseny, minden országban közvetítik, tévék, rengeteg ember látja, és hát ugye állandóan megjelenik majd, hogy Nyíregyháza, hiszen a verseny helyszíne az Nyíregyháza, a belvárosi szakaszokban a városunkat is be tudjuk mutatni, és hát ennek nagy városmarketing értéke és nagy turisztikai értéke van, a sportérték mellett természetesen. Ifjú Érdi Tibor a király kategóriában még ismerkedik új autójával. Az ERC 2 kategóriában 2-szeres Európa-bajnok nehéz versenyre számít. Ki hogy fog taktikázni gumival, illetve ki hogy ossza be magát. Mindenféleképpen máshogy szeretnék nekiállni, mint az EB többi versenyének, hiszen ez az utolsó verseny, többet szeretnénk kockáztatni. Jó lenne az első 5-8 közé beférni, és akkor elégedettek lennénk.
A Rally Hungary a hivatalos teszteket követően pénteken a Mária Pucsi Rabucsi ringen egy villanyfényes futammal rajtol, majd másnap Tokaj környékén következnek a gyorsasági szakaszok, vasárnap pedig Nyíregyházán egy belvárosi futamot láthatnak az érdeklődők. A király kategóriában a brit Chris Ingram, a lengyel Lukas Habay és az orosz Alexei Lukjanuk még egyaránt esélyes a végső győzelemre. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. November 2-ától elérhetőek az új kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifák. A becslések szerint a január 1-i évforduló minden ötödik autóst érinti. A tulajdonosoknak december 1-ig van lehetőségük váltani, ez az időpont viszont a felmondási kérelem beérkezésének dátuma. Januártól átlagosan 15%-kal emelkednek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás tarifái. Bár még csak november elején járunk, hamarosan megindul a roham a karácsonyi ajándékokért. Fontos, hogy mindig tegyük el a boltban kapott blokkot vagy nyugtát, a műszaki cikkeket pedig érdemes tesztelni a vásárlás után. Arra az esetre pedig, ha a méret nem stimmel vagy nem tetszik majd a megajándékozottnak a termék, próbáljuk a vásárláskor írásban rögzíteni, hogy lehetőség lesz a cserére, ha ez kiderül. Lezárult egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési program Nyíregyházán. Ennek köszönhetően 5 km útpálya és 356 méter kerékpárút is megújult a megyeszékhelyen, 100%-ban Európai Uniós forrásból. Többek között ennek a beruházásnak köszönhető a Szegfű utca 4-sávosítása és a Tünde utca korszerűsítése. A további tervek között pedig egy körforgalmi csomópont kiépítése szerepel, a Tünde utca és a Kálói út csatlakozása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 5-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Egy hullámzó frontrendszer húzódik a Kárpát-medence közelében, ennek a hidegfronti szakasza kedd éjszaka át is vonul fölöttünk. Reggelig megvastagszik a felhőzet, eső, zápor egyaránt válható, a szél megélénkül helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Napközben aztán felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel, már kevesebb helyen lehet szükség az esernyőkre. A szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, a legmelegebb órákban 15 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban is folytatódik a változékony időjárás, a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből szinte minden nap kell csapadékra számítani, a hőmérsékletben jelentős változás nem várható, nagyjából az ilyenkor szokásosnak megfelelően, hogy kissé enyhébben alakulnak a csúcsértékek.